Hiába van 40 ezer érdeklődő, nagyon sokan nem tudják igénybe venni a családok otthonteremtési kedvezményét az egyik legnagyobb hitelközvetítő cég szerint. Az új szocporra számítók nagy része hitelre vásárolna, de csak egy olcsó családi házat tudna megvenni, amely viszont nem nyújtana elég fedezetet a banki kölcsönhöz. A Demokratikus Koalíció látszatintézkedésnek nevezte a csokot, szerintük éppen azok nem vehetik majd igénybe, akik a legjobban rászorulnának. A családügyi államtitkár azt mondta, gyűjtik az észrevételeket, és ha szükséges, a kormány bővíti a rendszert. 20 napja igényelhető a CSOK, a családok otthonteremtési kedvezménye. A korábbi szocpollal ellentétben akár használt lakás vásárlására vagy felújítására is jár. Például egy kétgyermekes család 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphat egy 66 négyzetméteres ingatlanhoz. A kedvezményt a hitelt nyújtó bankok önerőnek is beszámítják, legfeljebb 20%-ig. Vagyis a példánkban szereplő család 5 milliós lakáshoz is juthat a CSOK-kal. Csak hogy az érdeklődők nagyjából fele nem kap hitelt, ezt állítja az egyik legnagyobb hitelközvetítő cég. Ugyanis túl alacsony a jövedelmük, és túl olcsó ingatlanokat vennének, amelyek már nem nyújtanak kellő fedezetet a kölcsönre. Ezen a bank nem fogadja az ingatlant, mint fedezetet. Ilyenkor lenne a pót ingatlan, helyettes ingatlan, de hát nyilván a szociális helyzet miatt nincsen az sem. A kormány 40 ezer érdeklődővel számol, akik közül mostanáig mindössze 1000-en adták be igényüket. A családügyi államtitkár azt mondja, nem tudta, hogy sokan a kellő fedezet hiányában nem tudnak élni a támogatással. Szerinte a rendszer még bővülhet. Meg fogjuk nézni, meg fogjuk vizsgálni azt már most is, de leginkább bizonyos értelmezhető idő elteltével, hogy meg tudunk-e felelni annak a kívánalomnak, hogy minél több családot tudjunk támogatni az otthonhoz jutásban, és amennyiben még további változtatásra, bővítésre van szükség, akkor a kormány ebben bölcs döntést fog hozni. A DK szerint bebizonyosodott, hogy a kormány látszatintézkedést hozott, amikor bevezette a CSOK-ot. Ennek az lesz a vége megint, hogy döngetik a mellüket, hogy milyen sokat tettek. Nyilván plakátok is lesznek róla, hogy hány ember érdeklődött a dolog iránt, viszont nagyon kevesen fogják tudni igénybe venni. A családügyi államtitkár azt mondta, a kormány úgy számolt, hogy évente 12 ezeren veszik majd igénybe a családok otthonteremtési kedvezményét. Vagyis kevesebb, mint harmadannyian, mint ahányan mostanáig érdeklődtek.